Összességében elégedett az általa vezetett intézményeknek leosztott pénz nagyságával Elekes Gyula. A művelődési ez igazgatója, aki egyben az Udvarhely Néptáncműhely megbízott vezetője is azt mondja, gyakorlatilag 1000 lejjel kapott többet a kultúrház, mint tavaly. Összesen 1 millió lejből kell megéljenek 2014-ben. Ebből fizetik 11 alkalmazottjukat, ilyen tekintetben pedig hozzájuk tartozik az udvarhelyszéki filharmónia is, ahol 7 teljes és 1 fél munkaidős alkalmazott bérét kell állniuk. Elekes Gyula azt mondta a híradónknak, a pénz az elkezdett munkálatok folytatására is elegendő lesz. A legfőbb cél a színpad felújítása. Bár az igazgató szerint erre további pénzösszegekre lesz szükségük. Amint azt már korábban elmondtuk, a játéktér rendbetétele több 10 000 euróba kerül. Prioritás a színpadnak a felújítása. Erre a nyári időszakig, amíg szünet van, ugye, amikor szünet van itt a művelődési házban, előkészítjük a dokumentációt, és bízom benne, hogy kellő támogatást fogunk kapni az önkormányzat részéről, a polgármesteri hivatal részéről, hogy ezt a munkálatot véghez vigyük, meg kijavíthassuk azt a színpadot is, amely helyenként sérült, és hát gondokat okoz néha előadás közben is. Az intézmény vezetője elmondta, az épület két oldalán lévő támfalat is szeretnék feljavítani, de az elkezdett csatornahálózat cserét is beszeretnék fejezni. Az infrastrukturális fejlesztéseknél maradva megtudtuk, a fűtéshálózatot is szeretnék modernizálni, a rendszert automatizálnák. Érdekes arat, hogy tavaly januárban 23 000 lej volt az épület gázszámlája, a villanyszámla átlagosan 6 000 lejt tesz ki havonta. Két kazán működik a művelődési házba, és ebből az egyiket tavasszal szeretnünk generáloztatni. Hatékonyságát úgy tapasztaltuk a tél folyamán, hogy nem a maximális, ezért egy generálozáson fog remélem átesni, és szeretnünk egy ilyen automata rendszerrel felszerelni, amely a kinti-benti hőmérséklet függvényében automatikusan szabályozza a hőfokot. Mint ismert, a művelődési ház nagy színpadán többen is osztoznak, hiszen a Tomcsa Sándor Színház mellett a Néptánc műhely is így próbál és adja elő előadásait. Egyéb rendezvényeknek is helyet ad. Ez esetenként gondot okoz, az igazgató viszont elmondta, hogy rendszeresen egyeztetnek a felek, így többnyire nincs fennakadás e téren. A Néptánc műhelynél jelenleg 7 dolgoznak, az intézmény 460 000 lejt kapott. Elekes Gyula szerint ebből a pénzből a megszokott színvonalat idén is hozni tudják.